hogy mit összematekoztunk, hogy ne gyerelj rá, és az a baj, hogy az összes olyan cipőmet, aminek jelentősége van, vagy extravagáns, vagy valami, ezt te ismered, és nem hozhattam el, és próbáltam olyan cipőt hozni, ami valami semleges, hogy ne gyere rá, hogy ezért, tehát, hogy egyébként azt akartam mondani, hogy mert ha ez a te futócipőd lenne, tuti színes lenne. Emlékszel arra, hogy mit vártál tőled a világ, és te végül hogyan döntöttél? Mikor törtél ki, és hogyan a rád szabott keretből? Mik voltak azok a sorsfordító pillanatok, életesemények, amik meghatározták a későbbi személyiségedet, az emberi kapcsolataidat, a jövődet? És hogyan léptél tovább? Miben léptél tovább? Olyan női történetek következnek, amiknek apró darabjai egy szabad ember teljes portréját rajzolják ki, a cipőin keresztül. Ez a Kirakós. A Kirakósban a játszótársam Vágó Réka lesz, aki Magyarország legismertebb női cipőtervezője. Gyorsan, ahogy szoktuk, az állványt azt tekintsd át, kérlek, és az első benyomást, most törölj ki mindent, ami eddig eszedbe jut, próbáld meg. De nehéz lesz. Biztos barátnők vagytok, akkor ezt tudom mondani. Biztos a barátod. Na jó, nem. Tehát, hogy ez egy... Nagyon nehéz elvonatkoztatnom attól, hogy tényleg azt hittem, hogy ezek a te cipőid. De még meglepődtem, hogy van egy saját tervezési cipő is a polcon, és nem tudom, hogy kié lehet. De mégis, hány cipőt adsz el? Hány nőnek volt? Ez kapható volt a Salamanderben, tehát hogy valószínűleg olyan is megvette, akit én nem ismerek. De nagyon jó választás. Továbbá láthatunk egy futócipőt, tehát megint egy sportrajongó van körünkben, vagy lesz majd körünkben, és hát egy csodálatos piros ágcsizma, amit el tudsz fogadni. Mikulás csizma. A Crocsot viszont nem. Szerintem menő. Az menő. Akkor mondd meg, hogy mi a különbség a Crocs meg az ák között. Mert nekem bumfordi, én mondjuk mind a kettőt imádom, tehát tudod, hogy én bármikor bárhová elmegyek a Crocsomba is, mert olyan kényelmes a talpamnak, a bevizesedett lábnak, akárcsak egy ágcsizma, ami mindig meleg, de hogy mint megtudtam a cipőtervező asszonytól, az ág, vagy nem a Crocs az egy ilyen red flag. Az nem, a Crocsnak az a plumpája, amivel ők bejöttek a piacra, amiről mindenki megismerte a márket. Az a különbség a kettő között, mind a kettő formátlan, amikor megveszed. Igen. De ez egy idő után ráalakul a lábadra, és már ezen is látszik, hogy így ezt hordták, és hogy olyan csizma formája lett. De a Crocs az egy gumiklumpa, ami mindig ugyanolyan ronda marad, és nem tudom, ezzel a formával én nem tudok megbarátkozni. Tehát, hogy értem, tehát racionálisan értem, hogy megvan a helye, gyártották antibakteriális verzióban. Igen. Is, és hogy tök kényelmes, és mintha felhőn járnál, de annyira ronda, még ezekkel a jeepbicekkel, amiket rá lehet rakni. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy... Színválasztás. Ezek mind nagyon színes cipők. Nem olyan beolvadós. Hát ez semmiféleképpen nem, ez sem. És hát a futócipő, oké, hogy ez egy kicsit ilyen nudabb, de hogy van ennél ugye sokkal élénkebb szín is, de mégsem a fekete klasszikus. Egyébként így az eddigi beszélgetésekhez hasonlítva, vagy a többivel összevetve, ez egyáltalán nem egy színes választás. Tehát, hogy, uh-huh. hogy ez a szandál a saját műfajában egy picit színesebbnek számít, mert nem egy olyan szem, amit mindenhez föl tudsz venni, mert a kék miatt egy kicsit limitált, de nem egy harsány színválasztás. A futócipő az... Ez a petrolkékes, szürkés petrolkék, ez egy totál basic választás. Tehát, hogy ő elmegy futni, és nem ő az, aki parfümben úszva fut a futópályán, hanem azért megy futni, mert ő futni akar, nem azért megy futni, mert akkor fölveti a cicanocit, és végsédelhet a Margit hídon futócucban, és akkor mindenki tudja róla, hogy ő fut. Ez a csizma, hát ennek az egyetlen izgalmas része az, hogy piros színű, tehát hogy azért az ágcsizma az általában barna, meg szürke, meg kicsit ilyen beolvadós, és hogy ez szerintem pont attól lehet számára egy statement cipő, hogy piros színben veszem meg az ágot, tehát hogy vállalom, hogy ezt látni fogják sokan, hogy ez egy ágcsizma, mert hogy nem tudsz nem oda nézni, hogy piros. Tehát szerintem a szelekció legbevállalós darabja az ez az ágcsizma, mert hogy egy kényelmes cipőt vet meg egy
kifejezetten kéjen mi cipőt vett meg egy extrém színben, mert az ágnak szerintem a piros az egy extrém szín, lehetne még extrémebb, hogyha pink lenne, vagy neonsárga, de nem tudom, hogy ott árulnak-e. Ez már az a cipő vastagság, vagy sarok magasság, bocsánat, amiről egy korábbi adásban beszéltél, hogy nem. Most egy pillanatra lenéztem a te cipődre, hogy akkor egy kicsit így cserebe réljünk, jó. Aztán majd ugye visszakerülnek, te nem hoztál platformot, akkor ide az ágcsizma helyére beteszünk egy vágóréka, most a réka cipői következnek, ugye már az utolsó adásokat rúgjuk, és egy kicsit szerettem volna te szimbolikus történeteidet is meghallgatni. Hát itt szerénytelenül a művésznő hozott egy saját tervezésű cipőt, de nyilván egyébként a legjobb cégért, tehát ha te a saját cipődet hordod, az kényelmes és hordható, hiszen a tervezés hordja. De az, nincsen, tehát egy másik márkájú, igen, egy másik márkájú magas sarkom van, és egyébként nincsen, amióta cipőkkel foglalkozom, nincsen más márkájú magas sarkom, tehát hogy azt nem is tudtam volna hozni. Mert te készítesz kifejezetten olyat, ami a te lábadra optimális. Mert én tudom, hogy ez jó lesz. Hogy ez jó lesz. Ez melyik életszakaszodat szimbolizálja? Na az van, hogy ezt még el akartam mondani, hogy én, amikor elkezdtem ezen gondolkodni, akkor rájöttem, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. Úgy tűnt, hogy többieknek annyira nem, de hogy én nagyon máshogy viszonyulok a cipőkhöz. És nehéz volt így kitalálni, vagy keresni olyan sztorikat, amikhez ott hozzáfűződik a cipő, mert nekem a cipő az teljesen más, hogy épül be az életembe. De ezt azért választottam ezt a fazont, mert nekem ez szimbolizálja azt, hogy kell, hogy legyen egy magas sarkum, amit bármihez föl tudok venni, ami szuper szexi, és hogy nekem ez az a szandál, bármihez fel tudok igen, venni. De cibori... És ebben vettem át a glamour díjat például. Tehát, hogy ezek olyan helyzetek, amiknél tök jó érzés, hogy egy olyan cipő van rajta, amiben jól érzem magam. Nehéz elvonatkoztatni tőle, hogy ugye az elmúlt hetekben, hónapokban meg rengeteget beszélgettünk a közös műsor kapcsán, és egy teljesen másképp rajzolódott ki bennem is, mint amit korábban gondoltam róla, hiszen hát ugye nem ismertelek ennyire. És most, ahogy ezt mondod, én arra gondoltam, hogy neked is, mint a korábbi vendégeink közül már egy pár nőnek volt azzal a dolga, hogy egy jó nő, egy okos nő, aki próbálja egy kicsit a sportosságával leplezni a nőiességét, hogy egy picit arra kerüljön a fókusz, hogy mi mindent tud, és ez az azzal való leszámolás volt nekem a tűsarkú, amikor megláttam, mert én mindig maga lapostalpúban látlak téged, és tudom azt, hogy téged is mennyire bosszant és feszít az, amikor nem az van fókuszban egy nőnél, hogy mit tud, hanem az, hogy néz ki. És az már egy bátorság, hogyha azt is kimered tenni a kirakatba, hogy én jól nézek ki. Ja, én imádok ruhába lenni, imádok magas sarkúba lenni, amikor nem kell mással foglalkoznom, csak jól érezni magam. De hogy ez nekem egy nagyon más állapot. És ez igen, az, igen, ez a tangócipő. Ez a tangócipő. Ez az okossa. Az okoska tangócipője, igen. Igen, igen, mert elmentem argentin tangózni, elkezdtem argentin tangózni, mert próbáltam keresni egy olyan táncot, ami megfelelően nőies, párban kell csinálni, mert én nagyon szeretem ezt az összmunkát, amikor egy férfi meg egy nő együtt táncol, szavak nélkül figyelünk egymásra és kommunikálunk, és az argentin tangó volt egy ilyen választás, és természetesen elmentem argentin tangó cipőt vásárolni, végigpróbáltam az összeset, és rájöttem, hogy olyat, ami nyomja a lábam, olyat én is tudok csinálni, azért nem adok ki pénzt. Csináltam magamnak. Én ezt csináltam, csak le is igen, kopott. Igen, ez is. Ja, tényleg ott van. Tehát ez is saját. És akkor egy gyors csere. Gondolom ebben az építészekkel haverkodtál, nem? Nem, ez a teniszcipőm. Oh. De ennek az a sztoria, hogy én nagyon szeretek teniszezni, nem teniszezem nagyon jól, mert keveset tudok csak teniszezni, meg most meg egy idején is jártam, de amikor kicsit többet jártam teniszezni, akkor rájöttem, hogy rendes cipőre van szükségem, és belőttem egy összeget, amennyit hajlandó vagyok elkölteni egy teniszcipőre. Gondoltad, hogy mint a futócipő, ott is van minden. Igen. Nyilván ez a minden kategóriában esett, de én ezt nem akartam. De hát egy Stella McCartney Adidasnak nem lehet ellene. Végigpróbáltam, én esküszön próbáltam, az legolcsóbbaktól kezdve mindent végigpróbáltam, de semmi nem állt jól a lábamon, mindegyiknek csúnya volt a formája, és ebbe belebújtam, és ez gyönyörű volt. És Stella McCartney... És kénytelen voltam megvenni kétszer annyiért, mint amennyit akartam rá szállni, viszont milyen jól jött, mert utána eltörtem egy pár hónappal később az egyik lábujjamat, és csak ebben ment bele a lábam, úgyhogy
Tisztára, mint a sztóricának a sztória. Ez a le nem futott maratonomnak a története. Én azért szeretem ezeket a beszélgetéseket, mert sokszor egyébként más embernek a szavain keresztül értem meg a saját gondolataimat. Azért szeretek én tanítani, konzultálni a hallgatók. Na, hát ez egyfajta ilyen konzultáció. Igen, most konzultálunk. Tehát, hogy rengeteg olyan beszélgetés van, ami után így nekem is megérkezik, hogy ja, tényleg. És egyébként tényleg az van, hogy így a következő vendégünket egyébként te ismered, itt volt egy kis cserebere, és hát egyébként meglepő módon amúgy tényleg olyan izéket hozott, cipőket hozott magával, amiről így azt gondolta, hogy így minél nehezebben lesz beazonosítható, tehát hogy mennyire jellemző ez rá, az majd... 39. Az egy 39-es cipő? 39. Akkor valószínűleg azért nem ismerted föl, mert nem hordtam, mert ez az vendég én leszek. Mert hogy ezek tényleg az én cipőim. De hogy mit összematekoztunk, hogy ne gyere rá. És az a baj, hogy az összes olyan cipőmet, aminek jelentősége van, vagy extravagáns, vagy valami, ezt te ismered, és nem hozhattam el, és próbáltam olyan cipőt hozni, ami valami semleges, hogy ne gyere rá, hogy azért, hogy egyébként azt akartam mondani, hogy mert ha ez a te futócipőd lenne, tuti színes lenne. Teli vagyok futó, tehát csak színes futócipőim volt, hogy direkt nem hoztam olyat, amúgy ebben fotottam le először a félmaraton, tehát végül is nem tudsz elbújni. De hogy egyébként csak színes futócipőim vannak, teli vagyok rékavágó cipők, ez, hogy 39-es, ugye nekem 40-es lábam, azért nem hordtam, mert nem fért bele a lábam, nem tudom, hogy került én hozzá. Nem a rendes, meg... nagyon fontos, hogy a rendes méretű cipőt vedd magadnak. Igen, egy jó tanácsom, gyerekek, hogyha felnő a lányotok, a rendes méretű cipőt. Mi volt az magad... a kamuzás, hogy menne ki is ilyen van? Mert hát az féltem, hogy megláttad ott, mert hát kirikított a táskából, mert hogy az összes olyan a kis designer cipőim, tudod, a Rubik kockás cipőm, a limitált Coca-Cola-s cipőm, nem tudom, tehát imádom, teli vagyok. Nyilván, amihez ilyen szimbolikája egy-egy kornak, azt nem mindent tudtam volna elhozni, de majd egyet cserélek. Mert szóval ebbe mentél szülni? Nem ebbe mentem szülni, de ez a New Yorkban vettem amúgy ezt a kint, amikor kint voltam New Yorkban, amikor a férjemet megismertem. Oh. Ez, és hát amúgy ágcsiznában mentem szűrni. A piros színből sejthettük volna, hogy itt a szerelemhez köze van. Gondolhatod, mennyire dögösnek és szexinek érezte a Balázs, amikor New Yorkban... Kurva hideg van, hát biztos nem veszek, vagy vettem gyorsan egy ilyet magamnak, úgyhogy igen. Sosem engedtem meg, hogy mások határozzanak meg. És sosem fogom azt mondani, amit elvárnak. Szeressenek vagy utáljanak, csak legyintek lazán. Egy igazi úttörő olyan, mint én vagyok, mint te vagy. Meglepetés. So sorry. Az, hogy eddig nagyon gondolkodtam mindig, hogy vajon ki lehet a vendég. Most ez a legmeglepőbb műsor számomra, és hogy hirdan így találom magam. A legjobb interjút te fogod csinálni, és totál. Nem, ezt nem hiszem, hagyni foglak beszélni. Sokat nem fogok. Ami szerintem nagyon izgalmas volt, amikor megkerestél ezzel az egész ötlettel, hogy ez a műsor, ez nagyon te vagy. Mert ez nagyon belőled jött, hogy elmondanád, hogy mi volt az, ami elindította benned ezt az egészet? Mert szerintem arról még nem beszéltünk. Hát igen, a 40. szülinapomnak a közelette, és jó, hogy mire ezt már adásba látja mindenki, addigra már a Jakub Cseh Gabis interjú le fog menni, mert ő tök jól megfogalmazta, hogy mennyire nehéz pálya a nőknek a 40. És az azután következő időszak, és nem azért, mert belenézel a tükörbe, és akkor megjelenik egy szarkalába szemed alatt, és tel is írod a párnádat, hogy úristen, öregszem, hanem minden más miatt, amit itt a Gabi is elmondott, hogy annyi mindent újra kell definiálni, új irányokat kell találni, meg engem így őszintén megcsapott annak a szele, hogy valami így végérvényesen, tudom, hogy fura, mert 40, de hogy így múlik el, amivel így nehezen tudtam mit kezdeni, és még egyszer mondom, nem a kinézetemre vonatkozott ez a megállapítás, hanem úgy tényleg sok minden így eszembe jutott, és én eleve ilyen nagyon elemző alkat vagyok, tehát mindent is kielemzek, mindenre visszatekintek, újra gondolom, átrágom, kiköpöm, még egyszer átrágom, szóval, hogy nem egy könnyű személyiség az enyém, és úgy valahogy úgy végig, elkezdtem így végig gondolni, hogy milyen pillanatokon keresztül, vagy döntéseken keresztül jutott el az életem oda, ahol most tart. És ebben voltak nem könnyű pillanatok, nyilván voltak nagyon magasztos, meg így utólag visszagondolva nagyon magas pillanatok, de hogy olyan izgalmas és színes volt, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ezt így
sok-sok nő tolmácsolásában meghallgatni, és innen indult el tulajdonképpen az ötlet. Meg hát ugye az, hogy én iszonyúan rajongok a cipőkért, tehát neked 100 pár cipőd van, azt mondtad, nekem nem tudom, tehát tényleg nagyon-nagyon. Tudtam, hogy vannak nők, akik nem sokkal több cipőd. Akkor biztos lehetsz, tehát, hogy valami elképesztő, és nagyon szeretem a különleges darabokat is, az extravagáns darabokat is, és itt egyébként a Borbély Alexandrának a mondata szintén beütött nekem, hogy én is az a típusú nő vagyok, aki ez a nagyon klasszikus alkat, és valahogy a cipőimen keresztül éreztem mindig azt, hogy a bennem rejlő, nagyon mélyen rejlő izgalmat, azt azon keresztül tudom megmutatni. Tehát amikor én fölveszek mondjuk egy ilyen cipőt, vagy mondjuk a Rubik kockás pumámat, vagy a nagyon rikító rózsaszínt, vagy azt, ami több színből áll, vagy egy retro, limitált szériás Coca-Cola-s cipőt, amire mondtad, hogy de jól néz ki, akkor mindig azt érzem, hogy de jó, hogy ott egy kicsit megmutatkozhat az egyéniségem, mert hogy nem az a típus vagyok, akinek rögtön rajta van az arcán, vagy aki rögtön annyira izgalmas, hogy mindenki issza a szavait, vagy mindenki rögtön ránéz, és nekem ez nyilván egy küzdés volt az életben, meg az én pályámon, hogy a valamilyenség az meg tudjon mutatkozni, annélkül, hogy a nevetség tárgyává válnák. És van olyan kiegészítő, amit viszont nem hordasz? Vagy szóval, hogy ez változott neked korral? Nem emlékszem, hogy mekkora izéket hordtam régen, főbevalókat. Nem. Óriási főbevalókat hordtam, de nagyon nagyokat, még voltak ezek a, nagyon szerettem a, hogy hívták, a Bruna készítette, ja, Patkó tudom, Bruna tudom. Készítette, igen. Nem üt, Lokálver, hogy voltak ezek a nagyon nagy fülbehallók, és amikor elkezdtem mokkázni, meg műsort vezetni, ugye mi volt, igazából persze, amikor ültem, látszódott a lábam, de általában a pulttól fölfelé látszottam, és nagyon akartam valamit, hogy valamilyen, tudod, hogy legyek már valamilyen, és akkor ezek a fülbehallók voltak tulajdonképpen. És ezek hova tűntek? Ez azok nincsenek, már nem tudom, elajándékoztam. Nem úgy egyáltalán. Rólad. Hát ez szerintem onnantól, hogy a férjemet megismertem, a Balást, valahogy minden ilyen extra kiegészítő, ő lett az extra az életemben, minden eltűnt. Tehát, hogy onnantól kezdve olyan izgalmasnak éreztem magamat minden elememben, hogy nem volt szükségem ezekre az extra dolgokra. A cipő iránti rajongás az megmaradt, de minek után neki sem tetszik, tehát, hogy ő sem szereti a túlzást, tehát például a piros száj. Régen mindig pirosra festettem a számat, és ő nála ez teljesen lekopott, meg kikopott. Egyrészt azért, mert ő maga is azt gondolja róla, hogy a piros száj ez egy ilyen nagyon, nagyon ilyen akarnokságra utal, tehát neki mindig ilyen távolságtartása volt azoktól a nőktől, akik ilyen vörös köröm, vörös száj, mert hogy az nagyon túl sok. Én is így elhagytam. Ez egy tök nagy átalakulás egy nő életében szerintem, hogy a párod miatt megváltoztatsz dolgokat, hogy egyébként, hogyha ez nem, hogy ez volt annyira a te részed, ez hát a néhány dolog, amit miatta feladtál, vagy ez nem is volt annyira nehéz áldozat a részedről? Nem, mert hogy ez nem a részem volt, hanem inkább az annak szólt, hogy a világ azt lássa belőlem, ami belül van. Tehát, hogy én belül sose éreztem, sőt. De most önazonosabbnak érzed magad? Abszolút, mert hogy ugye ez egy ilyen érdekes dolog, hogy én azt éreztem belülről mindig, hogy rengeteg kérdésem van. Minden, tehát, hogy nálam semmi nem fekete vagy fehér, mindent megkérdőjelezek, vitatkozok, ha kell, állítólag a baráti társaságban mindig mondták, hogy milyen jó humorom van, de hogy ez valahogy a tévéképernyője előtt nem tudott megtörténni, mert volt valami. Nem viccet meséltem. Nem viccet meséltem egyrésztről, másrészt, hogy nyilván amikor elkezdtem dolgozni, akkor teli voltam rengeteg feszültsége, meg nagyon meg akartam felelni, meg nagyon nagy volt az elvárás rajtam, és akkor úgy gondoltam, hogy ott azt mutatom meg, hogy mit tudok, ott nem kell most ilyen nagyon önmagamnak lenni, hanem jól kell hozni, amit elvárnak tőlem. És ezek kiegészítői voltak. Tehát úgy éreztem, hogy egy nagy színes fülbevaló az egy kicsit megmutatja azt, hogy ez a lány egyébként belül egy sokkal vadabb, egy sokkal dühösebb, sokkal bevállalósabb, mint amilyen almanna lakótelepi nő, tudod, aki néha összeverekszik, akinek gázpisztoly van az anyjának a párnája alatt. Igen, mert jobban, mint a fülbevaló, nem mesélte. Nem mesélte, csak ugye azt gondoltam, hogy legalább ez egy kicsi, akkor látják, hogy itt azért nem az van, hogy ez mindig azt hittek, hogy olyan jó kislány vagyok, és én sose voltam jó kislány, csak annak tűntem. Valahogy ezre a karakterre születtem meg. A férjem meg a Balázs ezt tökre látta, és onnantól kezdve rohadtul nem volt szükségemre, hogy mindent magamra aggassak, mert pontosan tudta, hogy gáz ez a nő. Ből akkor melyik a jó kislány, és melyik a rossz kislány? Hát igen, hogy nem volt, meg őszintén ugye az, hogy én leszek az utolsó vendég, azért legyünk, tehát hogy ebben
Volt egy kis váratlan fordulat, hogy én most itt ülök, tehát nem volt annyira időm rákészülni erre a cipőszelekcióra, már csak azért sem, mert hogy ugye amikor hogy a közös, hát nem csak, mert ugye amikor a közös cipőkollekciónkat terveztük, akkor egy pár cipőmet lefotóztam neked, amik ilyen nagyon én vagyok, hogy úgy érezd még jobban, hogy mifelé induljon el a kreatív agyad, és hát nyilván azokat nem hozhattam el, mert hát akkor azonnal levágod, hogy miről van szó, de hogy... Te azért vannak itt fontos cipők. Hát fontos, igen. Na, hogy melyik, kezdjük akkor, hogy miért hoztam el a futócipőt. Mert hogy önmagában... Ami nem színes, meglepő módon. Igen, de hát így is lebuktam. Szóval, de igen, tehát hogy ebben futottam le a félmaratont, ami négy, tehát hogy 4,5 hónap alatt készültem föl rá, és onnan indult ez az egész, hogy én egy szigetkört nem tudtam, tehát ilyen 1 perc séta, 2 perc gyaloglás, sose futottam. És mindig én voltam az a lány, aki a kuperteszteken a legutolsó volt, aki a sulikört a 600 métert nem tudta végigfutni, tehát hogy én nyomorult, egy nyomorúságos kudarc volt mindig a futás élményem. És amikor megszültem a Milánt, egyrészt ugye akkor én 25 kilót hisztam, másrészt így nagyon így a fejemre omlott minden, és én konkrétan így egyedül maradtam a gyerekkel 3 nap után, mert hogy a Balázs visszament dolgozni, a szüleim dolgoztak, nem, tehát hogy... Ami azért egy elég erős váltás egy nő életében. Hát igen. Életben kell tartani egy csecsemőt. Hát hiszen tudod, hogy tök félelmetes volt az egész, és akkor rájöttem, hogy na, hát innentől kezdve, amit én csináltam, hogy akkor elmegyek konditerembe, leparkolok, átöltözöm, nem tudom, letusolok, beülök a szaunába, ezt örökre így szerintem így elfelejtettem. Másrészt ugye ott a Szent István Parknál laktunk, és akkor láttam, hogy ott rólják a köröket az erkélyünkről a futók, és egyfelől volt bennem egy ilyen egy olyan dolog, hogy kerestem valamit, amit nagyon könnyen és gyorsan megoldható a Milán mellett, másrészt meg, hogy nagyon akartam valamit csinálni, amit előtte soha. Volt bennem és gyereknevelés nem volt elég. Igen. Szerinted a kihívásokat. Igen. Rengeteg feszkó volt bennem, mert utána tehát megelőzte ezt egy pár vetélés a Milán után, és akkor tudod, így nagyon így egyedül vagy, akkor így nem látsz magad körül semmit, csak a saját nyomorodat, és akkor te azt érzed, hogy te vagy a legszerencsétlenebb, és azt mondom, hogy jó, ez nem én vagyok, kell valami, ami ebből az egészből kirángat. És 4,5 hónap alatt felkészültem, lefutottam a félmaratont, és én utána fogalmaztam meg, hogy mit jelentett ez nekem, és ez azóta muníció az életemre, hogy az volt az életemben az első olyan teljesítmény, ami nem volt megkérdőjelezhető. Mert hogy egészen odáig bármit, amit én csináltam, az minden szubjektív volt. Ha versmondó versenyen elértem valami eredményt, akkor az egyik zsűritag szerint, hát ez semmilyen nem volt, a másik szerint szar, a harmadik szerint a legjobb, és akkor hangulatodhoz mértem valamelyiket elfogadtad, nyilván én mindig a legrosszabbat hallottam meg legelőször, szerintem nem az a legjobbat. Szerintem az emberek 90%-a azt jegyzi meg, ami igen. A de után jön. Igen, jó, de. Igen, én mindig az voltam, aki a de után jövő dolgokat jegyeztem. 90% az emberek. Igen. A műsorvezetésem dettó, van, aki nagyon szerette, van, aki a hidegrázást kapott tőlem, amikor riportokat forgattam és interjúkat készítettem, akkor attól függően, hogy milyen volt a főszerkesztőnek, felelősszerkesztőnek az ízlése. Azt szerint ítélték meg, a nézői összetétel az rengetegféle, ott sincs egy egyértelmű jó, és nekem ez volt az első olyan dolog az életemben, ami nem meg kérdőjelezhető volt, és mindenki egyöntetően elismerte. Senki nem mondta azt, hogy de hát egy másik lábával futottál be, vagy jó, neked könnyű, mert a szüleid, ja, persze, mert a pasid. Szóval soha senkitől ilyet nem kaptam meg, hanem mindenki ezelőtt meghajott 4,5 hónap alatt. Na. Tehát még arra se, hogy 2,5 óra volt, tehát, hogy még, mert nyilván ez egy hosszú idő 2,5 óra alatt lefutni egy félmaraton, de elsőre még az is nagy teljesítmény, meg eleve a 21 kilométer, passzus, az eleve nagy teljesítmény. És ez azóta velem van, hogy van egy olyan alapélményem, hogy van egy megkérdőjelezhetetlen teljesítményem. De hogy jutottál el ide? Abból a lányból, aki utál futni, mert én is utálok futni, és én még mindig nem jutottam el ideig, hogy fussok egy félmaraton. Tehát, hogy mi átbillentette ezt az agyadba? Hogy egyszerűen azt éreztem, hogy ha ebben én most kudarcot vallok, akkor azt nagyon sok más életemben lévő következő projektre rá fogom vetíteni. Egyszerűen ennyi. Te egyébként félsz a kudarcoktól? Vagy szóval, hogy tekintesz? Mert van akinek segítség, van akinek igen. Visszarettentő.
Nem tudom, mert hogy nagyon sok kudarcom volt az életemben, és nagyon sok olyan helyzet van, amit én kudarcként élek meg, más viszont valószínűleg nem. És az is igaz, hogy kerülöm azokat a helyzeteket, ahol azt a visszajelzést kaphatom meg, hogy én nem kellek. Tehát, hogy például én castingokra nem járok, pedig most elmentem egyre, mert értettem, hogy a formátum miatt így kíváncsiak voltak, de nem csak azért, mert a műsor formátumoknak a 99%-a már nem mozgat, hanem azért, mert egyszerűen nem tudom magamat olyan helyzetbe belerakni, ahol utána az lehet a visszacsatolás, hogy te nem kell lesz. És amikor mondjuk műsorokat szélszelek, mint ugye ezt is úgy jött létre, hogy ugye prezentálok rengeteg cégnek, és akkor valamelyik mondja, hogy kell, nem. Ott tudtam egy olyan menekülő útvonalat csinálni magamnak, hogy nem én nem kellek, csak ugye a büdzse, a nem tudom, a corporate market, tehát hogy annak is így megvan egy útja, annak ki tudok menekülni, de ahol így személyesen mondják azt, hogy nem, az nekem nagyon rossz. Tehát, hogy én alapvetően a kudarcot azt nagyon, tehát nagyon mélyre tud vinni, de voltam már sokszor mélyen, és akkor abból meg én valahogy mindig fel tudok így tápászkodni. Oké. Következő cipő. Nézzük a következő szinten. Igen. Tulajdonképpen kronológiában ezt most egy kicsit így, igen, ezt így lejjebb kell tennem, mert a rózsaszín cipő az az egyik legnagyobb váltást szimbolizálja az életemben. Ezzel a kollekció, ez a te cipő, de Dobókatával közösen csináltátok, és rajtam ez 2014 márciusában volt rajtam, amikor nagyon rövid ideig volt a hospice házban a nagymamám, a Nagyi, Erzsi néni, és gyakorlatilag ugye egy 3-4 napot volt ott, és utána meghalt. És az ő halála nagyon-nagyon sok mindent megváltoztatott bennem. Egyrésztről akkor éreztem meg igazán, hogy mennyire nehéz, vagy milyen rossz az, ha az ember így nem nagyon hisz semmiben, mert egyszerűen nincs kapaszkodód. Tehát nekem soha nem volt hiányom a tekintetben, hogy nem vagyok vallásos, hogy nem semmilyen dogmáknak nem hiszek. Sőt, ez egy ilyen stabilitás volt nekem, hogy én csak azt hiszem el, amit bebizonyítottak, amit láttam, aminek van kutatási eredménye, kontrollcsoportos vizsgálata. Akkor hiszem. Üdvözlünk a szkeptikusok társaságában. Igen, Vágó Istennek tökéletesen megtalálom a hangot. De hogy akkor érkezett meg egyrésztről az az érzés az életem, hogy basszus, hogy a nincs érzése. Ugye nekem nagyon szoros volt, nagyon-nagyon mély és szoros volt a kapcsolatom. Nagyon megvallásos volt egyébként? Nem, de a halála előtt az egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy ott egy-két nappal előtte valami így megfordult, mert ott a hospice házban kapnak maguk mellé egy segítőt, legalábbis ez akkora úgy volt, és egy indiai hölgy került mellé, aki így segített neki akkor így a esténként mondjuk így megfürdeni, de mondom, ez nagyon rövid idő volt, és akkor elkezdtek ilyen spiritualitásról beszélni, és akkor a Nagyim úgy éreztem, hogy ebben így partner, és hogy érti és érzi, és megérti azt, amiről a hölgy beszélt. Szóval először is ott éreztem meg azt, hogy milyen rossz, hogy én nem tudok így hinni valamiben, vagy valaminek, amit nem látok, vagy nem kézzel fogható, mert hogy akkor így nem tudom megmagyarázni, nem tudom azt mondani, hogy jó, de van egy következő élet. Bocs, akkor már futottál? Nem, akkor még csak azért, mert kicsit azt érzem, hogy a futással a hit az megérkezett az életedbe, mert elkezdtél hinni magadban, ami szerintem egy nagyon fontos dolog. Amúgy igen. Lehet egyébként, hogy ez is, igen. Na látod, mondjuk a beszélgetések, hogy valami, hogy az önmagamba vetett hit ott egy kicsit megérkezett, ezt még mégsem fogalmaztam. De szóval visszatérve a Nagyira, hogy az egy nehéz helyzet volt, mert van, nincs, szóval, és akkor most mi van? Tehát, hogy nincs. Tehát ezt én nem tudom hová tenni. Nekem nagyon fura érzés volt, hogy nem tudom felhívni, hogy képzeld, ez történt velem, és ez egy hónapokon keresztül még volt egy érzés, hogy felhívom a Nagyit, ja nem. Igen, vagy hol van, mit csinál? Hát ez, vagy nincs, hogy valami van, és nincs. Tehát mint az univerzum végtelensége, olyan elképzelhetetlen volt nekem, hogy nem már. És a mai napig nem tudom, biztos egyébként erről amúgy lehet, hogy beszélgethetnék egy szakemberrel, hogy mert sok helyzetben láttam más embereken, hogy egy nagyon mélyről jövő gyász mennyire változtatta meg az életben hozott döntéseit minden területen, hogy én utána engedtem valahogy így szabad teret, vagy így útjára így a saját érzéseimet, hogy azok irányítsanak, nem pedig én őket. És utána ismertem, vagy Balázst már ismertem előtte, tehát meg 2 éve ismertük egymást, és én akkor
döntöttem el, hogy én akkor lépek. Tehát, hogy én ezt az embert szeretem, és vele akarok lenni. A felnőtt is közel, hogy valaki olyan esik ki a képből, aki nagyon a gyerekkorodnak egy fontos része, mert nekem volt egy ilyen érzésem, hogy amikor a nagyi meghalt, akkor egy kicsit a családból kikerült az, aki a gyerekkorunkat, az öcsémmel, a gyerekkorunkat szimbolizálja, és az nagyon sok mindent megváltoztatott, hogyha megszűnnek azok a dolgok, amik egy kicsit gyerekként tartanak téged. De azok nem a szüleit? Tehát, hogy nem az ma, ha az ember a szüleit veszíti el, akkor nem szülik tudom, meg. Te mennyit voltál nagymamáddal gyerekkorodban? Hát szerintem nagyon sokat. De nyilván sokkal többet voltam a szüleimmel. Igen, de hogy azt gondolom, hogy a nagyival lenni vakáció, önfeled gyerekkor, legalábbis nekem szerencsére ez van meg, és hogy az sokkal jobban szimbolizálta ezt a részét az életemnek nekem. Igen. Csak lehet, hogy azzal kikerül egy ilyen, egy ilyen kis... Lehet. Csavar. Igen, meg egyrésztről valószínűleg igen, de hogy én előtte is azt éreztem, hogy felnőtt életet élek, de mondasz valamit, hogy ebben lehet egy ilyen dolog, hogy ez, igen, lehet. Tehát lehet, hogy ez volt a dolognak a mozgatórugója. De tény is való, hogy az, hogy onnantól kezdve nem érdekelt az, hogy nem gondoltam végig, mindig mindent végig gondolok, ha ezt csinálom, akkor ez lesz az után, ez lesz annak, ez lesz a következménye, tehát, hogy végig. És ott... Igen, nem végig gondol döntésnek az eredménye. Ez a cipő is. Azt egyébként azért hoztam ebből, persze, hogy ez sok mindent, most nem, hogyha minden így a Balázsra fókuszálna, de nem, mert hogy tulajdonképpen igen, mert amikor elmentünk New Yorkba forgatni, akkor én ott ismertem meg őt, én forgatni mentem ki New Yorkba, ő pedig kim volt New Yorkban, annál a cégnél dolgozott, vagy dolgozik, akiknek forgatunk, és állati hideg volt, én meg felfázos voltam, akkor még nem Wim Hof terápiáztam, és mondom, hát nem szarok rá, hogy nézek ki. Hát fázik a lábam, érdekel New York, be akarom járni a New York utcét, és akkor ott ezt megvettem, és utána ez azért került ide, életem szimbolikájává vált ez a dolog, egyrészt, mert a mai napig mindenféle színben van, másrészt ugye a szülőszobában, én emlékszem, hogy a szülőszobáról egy ilyen cipőben jöttem ki, ráadásul szerintem az a Balázsnak az ágjába dugtam bele a lábamot, mert annyira bevizesedtem, hogy az enyémben nem is fért bele rendesen, és az első gyerek születése, az nekem teljesen áthangolta a személyiségemet, vagy így áthuzalozta. Nyilván alapvető dolgokban nem, de én akkor először éreztem meg azt, hogy olyan szinten vagyok a sokadik és a legalsó polcon, amennyire még soha. Tehát, hogy az ilyen alapvető szükségleteim sem, mint alvás, nem érkeztek meg, és még így is bírom, és még ezt is bírom, és tudom csinálni. Ez egy ilyen fontos megérkezés volt. De a Milán előtt aktívan dolgoztál, ugye, és a szülés után is. Hát én azt gondoltam, hogy nekem az, hogy én elmegyek szülni, az lesz a szabadság. Vagy én olyan sokat dolgozom reggeltől estig, hogy nekem az egy ilyen, jaj, hát az olyan tök jó lesz, otthon vagyunk, alszunk, eszünk, játszóterezünk, délutáni uzsi, fek, tudod, marhára nem volt meg, hogy a gyerek nem alszik, a megjulladás, vagy altatni kell, hogy éjszakázol, hogy egy idő után olyan szinten unod meg a játszótérnek a hangulat, tehát azokat a beszélgetéseket, az idegen embereket, az idegen anyukákat, a téged nem érdeklő sztorikat, hogy nekem ezek így nem voltak meg, hogy... Egyébként ez zavart téged? Vagy hogy azt gondoltad, hogy az lett volna normális, hogyha ez egy ilyen csodálatos, hát, figyelj, mindenkivel jobban vagyunk a játszótéren is érzés. Mondjuk eleve nem zavart soha, hogy nem vagyok mindenkivel jobban, gondolom, nagy titkot ezzel nem árulok el. Hogy sose... fontos, hogy ezt kimond itt. Hogy ezzel, tehát nyilván bántanak dolgok, de sose hajtottam arra, hogy mindenki szeressen. Tehát, hogyha nem fogadnak el olyannak, amilyen vagyok, akkor ne szeressenek, nem baj, ez van. De nem, inkább az volt, hogy ez 2015 volt, amikor a Milán megszületett, és nem volt PC, nem volt ennyire nyitott könyv a nők élete előtte, nem beszéltek erről. Mindenki mokkába bejelentkeztek, a frissen szült sztáranyukák, tehát vagy a tragédiát hallottam, amikor valami óriási baj történt, vagy azt, hogy ez a rózsaszín felhőkön ugránk, és ez a világ, és most lettünk család, és én nem tudtam. És valóban van egy ilyen érzés, de megérkezik mellette egy mérhetetlen üresség a fáradtság miatt egyrésztről, másrésztről meg amikor betalál az, hogy menned is kéne, mert akarod, hogy a függetlenséged ne vesszen el még jobban,
ahhoz kell segítség, a segítség már megint az, hogy egész életemben arra hajtottam, hogy így egyedül tudod, nekem anyáik nem mondják. De ezt nem én lehet egyedül. És megszületik a gyereked, és elérkezel oda, hogy megint az, hogy figyú, anya léci, tudnál segíteni? És többé már nem vagy az a szabad ember, aki előtte voltál, mert nem, tehát egyszerűen igen, nincs de szerintem ez. Egy, és nekem ez egy óriási álom, hogy ezt egyedül vég lehet csinálni, tehát hogy ez kell egy közösség. Igen. Szerinted egyébként mikor? Mert most ezen próbáltam végigpörgetni, hogy mikor jött el ez a váltás, hogy elkezdtek erről nők beszélni, ugye én is friss anyuka vagyok, tehát nekem nincs meg ez az élményem, igen, hogy mikortól lehet nyíltan beszélni arról, hogy egyébként ez tök szar néha, és hogy van egy csomó lelkiismert furdalásod, és néha utáld az egészet, de közben imádod. Amúgy nekem az első, én emlékszem egy ilyenre, amikor először ilyennel találkoztam, és most azon gondolkodom, hogy akkor még a Milán nem született meg, és a Mádai Vivinek volt egy, tudom, hogy az M2 Petőfi, volt a Petőfi TV-n az Én vagyok itt című műsor, nem tudom, hogy van-e még, de akkor volt, ezzel indult el, és volt egy ilyen képsorozat, amiről mi is beszéltünk, ahol megmutatta a szülés utáni testét, egyszer, hogy néz ki, hogy ez rohadtul nem olyan, mint amit egyébként látsz. Én nekem ott volt először olyan érzésem, hogy jé, tök jó. De akkor még nem voltam, akkor terhes voltam, de még nem voltam anya. Magas sarkon, amit beszéljél. Azt mondani, hogy mindjárt le kell zárni, de hogy... Úristen, a női principiumod. Ez a piros magas sarkú testesíti meg, amiben tök minden, most nem mondom a konkrét sztorit hozzá, te tudod, hogy mi a konkrét sztoria, nagyon sokszor volt egyébként a lábamon. Ma már egyébként csak rendezvényekre veszem föl, mert hogy tényleg az van, hogy van egy ilyen evolúciója a nőiségnek, hogy amit le is írtam neked, hogy amikor még fiatal vagy, akkor tűsarkúba mész bulizni, megpusztulsz úgy, fáj, hólyagos a lábad, de csak akkor vagy szexi, aztán rájössz arra, hogy laposban is lehetsz dögös, megszülöd a gyerekedet, akkor a sportcipődet felhúzod, mert le akarsz fogyni, meg ki akarod ereszteni a gőzt, és amikor már itt tényleg helyeden vagy, és egy olyan férfi mellett vagy, aki olyannak lát, amilyen vagy, akkor meg már tényleg hulla mindegy, tehát akkor már simán felveszed a kis szegedi papucsot, meg bármit, mert hogy az a lényeg, hogy jól érezd magadat. Nőies nő vagyok, és nagyon szeretem megmutatni a nőiségemet. Azt nem szeretem, hogyha a világ úgy reagál erre, hogy én ezt kihasználásból mutatom meg. Tehát, hogy közönséges soha semmilyen pillanatomban nem akartam lenni, meg úgy érzem, hogy nem is voltam. De hogy ez a cipő, meg tulajdonképpen a tűsarkú az életemnek egy nagyon markáns szakaszát szimbolizálja, mert mindig, amikor képernyőn voltam, és képernyő előtt voltam, akkor ilyen cipőkben álltam. Magas sarkúban vezettem műsort, abban mentem rendezvényre, fel sem merült, hogy mást is felvehetnék. És ez egy olyan korszak, ami ilyen elvehetetlenül szerves része az életemnek. Úgyhogy ez azért került ide. Az összes cső után tényleg egy dolog maradt bennem, hogy ne kérjünk elnézést. Mert az összes csaj, aki itt volt, teljesítmény alapú celeb egyébként. Tehát letettek valamit az asztalra, csináltak valamit, fel lehet rájuk nézni adott esetben, ha olyat csináltak, hogy ez neked fontos, de mindenkinél ott volt, kivéve talán most a Jakubcseknél, de ő már szerintem az jóval előrébb van ebben, hogy a helyére került, de hogy tényleg mindenkiben ott volt, hogy nem merem kitenni, jó, de ezt ne így mondjuk, mert ez így túl, hogy ne kérjünk elnézést azért, amilyenek vagyunk. Kirakós és a kiemelkedő női történetek támogatója a Johnny Walker. A Kirakósban partnerünk volt a DeRonghi.